Az erőszak ellen meghirdetett tegnapi fővárosi tüntetés végül erőszakba torkollott. A szervezők felszólítása ellenére a résztvevők egyik kis csoportja nem ment haza, hanem a Lendvai utcában megtámadta a rendőröket. A pesti srácok stábját ki kellett menekíteni a rendőrsorfal és a demonstrálók közül. A szervezkedésünk pártpolitikától mentes, a gyerekek mellett szól. Osvány Zsolt egyik szervezője volt a Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért elnevezésű péntek esti budapesti tüntetésnek. A szervezők a Facebook oldalukon is ezt erősítették, azt írták, figyelem, pártlogóval ellátott kellékeket, különösen zászlókat kérjük, ne hozzatok magatokkal. Arra is utaltak, hogy a megmozduláson az arcát senki ne takarja el, fegyvert vagy fegyverként használható tárgyat senki ne vigyen magával, ne gyújtogassanak és ne provokáljanak. Odakint most szörnyek járnak, és nekünk fel kell ismernünk őket. Az intézményekbe beférkőző gyermekbántalmazóknak nincs bocsánat, fogalmazott később a tüntetésen az influencer, ahol jelen volt Gulyás Márton baloldali aktivista is, aki az esemény végén azt kérte a tömegtől, békében vonuljanak haza. Közben Osvárt helyeslően bólogatott a színpadon. A kiállásunk méltóság teljességének megőrzése érdekében senki ne hagyjon szemetet, és mindenki békével hagyja el a tüntetés helyszínét. Tüntetőket csoportja azonban a közeli Fidesz székházhoz vonult, ahol a rendőrsorfallal néztek farkas szemet. De volt olyan is, aki feltett kézzel őrjöngött, mintha bántalmaznák, majd pedig a férfi közelében lévők rátámadtak a pesti srácok riporterére és operatőrére. Az újságírókat a rendőröknek kellett kimenekíteni. A történtekre Varga Ádám riporter így emlékezett vissza. Különböző jelzők skandálás után körbefogtak, dobáltak minket, és konkrétan már meg akartak minket támadni. Az operatőrünket hasba rúgták kétszer, vagy hasba ütötték helyesebben, és az egyik rendőr berántott minket a rendőrsorfal mögé, így tudtunk kimenekülni. A police.hu összegzése szerint a gyermekek védelmében a Hősök terére bejelentett gyűlés után a résztvevők egy kisebb csoportja a Dózsa-György úton maradt és megpróbálták provokálni a rendőröket. Mint írták, két ember a biztosításban résztvevő egyenruhások és a jogellenes csoportosulás közé szorult, ezért saját biztonságuk érdekében a rendőrök kiemelték őket onnan. A bejelentett rendezvény biztosítása során további két emberhez hívtak mentőt, akik a tömegben rosszul lettek. Egy nőt pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt pedig feljelentettek.